Azt a mindenit. Na jó, hát ennyire durva sztorira így hirtelen nem számítottam. Aha, szóval akkor lehet, hogy jó lett volna, hogyha csak simán leszúrom a kis tesómat. Mert nem úgy leszúrom, hanem hogy megmondom neki, hogy azért ezt nem kellett volna. De hát most egy báty nyilván megvédi a kis tesóját, főleg, hogyha egy nagyobb srác neki megy. Na, 2 nappal később járunk. Kíváncsi vagyok, hogy hova jutottunk, vagy meddig jutottunk. Viszont így, úristen, tök fölösleges volt ez a rengeteg kacat, amit összepakoltam. Hát sokkal jobban jártam volna, hogyha nem a sört hozom el, hanem a kólát. Most a sört igyon a 9 éves kisgyerek? Vagy nem tudom. Hát gondolom hozzuk magunkkal, amit a buliba pakoltunk össze. Csak meg ne szólalj, hogy szomjas, könyörgöm. Csak meg ne szólalj, hogy szomjas. Mert nálam csak sör van. No, man. We Mennünk kell can't stop tovább. here. We gotta keep going. No pouting, okay? Come on. But my feet really hurt. These shoes suck. And we've been walking for 4 days. What? Only two. It's only not very shitunk. De csak 2. És nagyon fáj a lába, nagyon fáj a háza, minden a fáj. Panaszkodik. I was there too. Just knock it off. Nos, amúgy hova menekülünk, tényleg? This is how people camp in the woods. It's not like being in a home or in your room. This is a real adventure. Jó, egy igazi kaland. So, come on, let's hit the trail. Seriously. Most próbáltuk meggyőzni, ez olyan, mintha kempingeznénk, de hát azért csak nem. Where's Dad? Jaj, ne, megkérdezz, hogy hol van az apukája. Daniel, come on. We gotta go. Why isn't Dad with us, Sean? Doesn't he want to go camping too? Nem tudja, hogy meghalt az apukája. But I told you that he can't. Nem tud jönni. I told you. Ó, a kisrác nem tudja, hogy meghalt az apukája. Ja, igen, mert el volt ájulva, és csak fölkaptuk. But I'm so sick of walking. Ez így még rosszabb. I just wish I was back in my room. I know. Ez a baj, már nincsen otthonunk, úgyhogy örökké kempingezni fogunk. Azért legalább nem kell hétfőn suliba menned. Look, everybody's gonna be so stoked when they find out how far you walked. Mindenki le lesz nyűgözve, ha megtudják, mennyit sétáltál. I bet Dad would be too. Igen, apukád is biztos nagyon büszke lenne rá. Maybe 100 miles? Probably 200. Legalább 200 mérföldet sétáltunk. Awesome possum. But next time, Dad better get me a good pair of shoes, like yours. Dude, Bigfoot doesn't need good shoes. I'd rather be a wolf. Awoo! Farkas szeretne lenni, nem Bigfoot. Szeretnénk farkasok. Yeah, that works. Just work on that how. Azt mondja, lehetünk farkasok, csak akkor még kicsit gyakorold ezt a bonyítást. Without complaining once, huh? Like, you don't whine too? I don't whine. Oh, most azt mondja, hogy te is szoktál hisztizni. Tag your ass and run! No way! Not fair! Whatever. Elkezdett vele fogócskázni. Okay. I'm a zombie! I'm gonna eat you! Aranyos amúgy ez a kisrác, csak... szegénynek ezt hogy fogjuk elmondani? Meg hogy egyáltalán mi a célunk most? Vagy most csak úgy megindultunk valamerre? Azért ez annyira nem volt egy észszerű döntés, legalább akkor valami barátunkhoz mentünk volna át, vagy ilyesmi. Én legalábbis biztos, hogy nem csak úgy elindulnék valamerre. Hát jó. Ez az Utak című epizód. Valamit mondhatott volna a srác, bár valószínűleg neki sincsenek így komolyabb ötletei ezzel kapcsolatban, csak el akar menekülni a múlt elől. Csak hát most veszélybe sodorja ezzel önmagát, meg hát nyilván a kis tesóját is. Mit fognak enni amúgy? Mert most oké, még van nálunk egy kis chips, de itt még egy kis közért sincsen. Tehát most van nálunk $40.
Legalább kilútolhattuk volna a fatért, hát van még nála. Most tudom, hogy ez így nagyon, nagyon gonosznak hangzik, de hát, na. És most gondolom eltelik jó néhány nap a séta folyamán. De egy sörünk még van, folyékony kenyér van, úgyhogy lehet, hogy akkor azt esznek is. Na, ott van egy tábla. Ez valami turista útvonal lesz. Dude, stop. You know what? You're not allowed to say that ever again. Yes, sir. Szóval nem engedi meg, hogy még egyszer megkérdezi, hogy ott vagyunk-e. Okay? I'm tired and hungry too. Listen, this looks like a perfect place to camp out. Jó. I bet we're not the first people to stay the night. Én azt mondja, hogy remélem, hogy nem ő az első ember, aki itt akar éjszakázni. De nincs itt senki. Nem is láttunk autókat. De itt fogunk kempingezni. Ott van amúgy még egy közlekedési tábla. Azt is amúgy lehet, érdemes lenne megnézni. Egy autó. Ami valószínűleg nem fog beindulni, de hogyha hallgattunk volna apára, aki autószerelő volt, akkor lehet, hogy most be tudnánk indítani. De az is lehet, hogy valakinek az autója is nem kéne ellopni, vagy ilyesmi. Itt egy halott állat. Mosó, maci! Mondjuk ezt megehetnénk. Aha, ez az ikon azt jelenti, hogy van valami interakció Danielnél vele. Beszélgessünk. Come on, Daniel. Don't look at it. Miért? Pedig ezt megehetnénk? No. Nem? Nem eszünk mosó medvét? Jó, érdekel, hogy merre fele vagyunk. Ashford és Elbe. 24 és 30 mérföldre van. Megnézem, hogy ezt meg lehet-e nézni, aztán meglátjuk. Jeez. Nem tudok tovább menni. Ne menj le azért ott be az erdőbe. Hát akkor nézzük meg itt, mik vannak. Itt egy tábla. Azt mondja, mint hogyha bárki is fizetne itt a semmi közepén erre. Pénz nem fákon nő, kérlek, támogasd a parkunkat. Ahhoz, hogy meg tud vásárolni a jegyet, szedd ki a borítékot a kidobó dobozból, rakd bele $3, és akkor be tudod fizetni. Come on. Let's go back in camp. We'll head up. Jó, fizessük ki. Én azt mondom, fizessük ki. Legyünk becsületesek. This is gonna be a bitch. Egyébként tudom, hogy most ez a lehető legrosszabb ötlet, mert hogy most nagyon szükségünk van a pénzre, de... Like anybody's gonna pay in the middle of nowhere. De lehetséges, hogy aztán ez meg egy jó döntés lesz a későbbiekben. Itt ezzel lehet, nem lehet. Az baj, nem tudom kinyitni. Viszont van egy kő. Próbáljuk meg akkor kinyitni. Fuck it. Sean? What are you doing? Just... Csak próbálom kinyitni. But are we allowed to? It's a box in the middle of the woods. Nobody cares. Pénzt akarja kilopni? Én nem kilopni szerettem volna, hanem... Nincs benne semmi. Befizetni akartam, nem lopni! Jó. Akkor hagyjuk. Én becsületes akartam lenni, a srác meg már egyből lop. Szóval jó, hogyha véletlen eltérhetnénk, akkor fel tudnánk hívni ezt a telefonszámot, de valószínűleg úgyse tud senki se idejönni. Nézzük csak ezt. Mutassuk meg Danielnek. Check out this mark on the tree. What is that? Graffiti? Not exactly. Nem tudja, hogy ez micsoda. It's called a trail blaze. And people used to put them up to give directions. Like GPS? Igen, nem, te GPS. Yeah, sure. Ezek a turista jelzések. Awesome. Ez fura, hogy az apukája neki nem mutatta meg ezeket. De ez gondolom azért volt fontos, hogy megmutassuk neki, mert szinte biztos, hogy el fog tévedni a kisrác. És ezért is fontos, hogy a kisrác tudja, hogy akkor mondjuk ezt fogja követni, és könnyebben meg fogjuk találni. I don't know, I guess they missed that car. What if the owners come after us? And they're hunters. Aha, azt mondja, hogy zárjuk le az összes járművet.
és a ételt tartsuk a medvéktől távol. Jó, ezt is mutassuk meg a kisrácnak. There must have been a big ass storm. Ooh, landslide. Aha. Doesn't sound good. Lehetnek földcsúszások. Jól hangzik, jól hangzik. És itt a térkép mit mutat? Now we can see where we are. Hol itt vagyunk. Ooh, there's a river nearby. Aha, és van egy folyó a közelbe. Akkor tudunk inni? No, duh. It's way too cold for your skinny butt. Azért túl hideg a kis popódnak. Na nézzük, mit tud ez az autó. A car out here? Hope the driver isn't around watching us. Szerintem remélem nincs itt a vezetője, hogy minket nézegessen. Ez egy eléggé elhagyott autónak tűnik nekem, ugyanis rajta van egy csomó falevél. És nyomokat se látok, hogy ez mostanában állt volna be ide. Szóval lehetséges, hogy ebben majd tudunk aludni, vagy ilyesmi, hogyha úgy adódik. Jó. Worried? No. He knows how tough we are. Tudja a fater, hogy mennyire kemények vagyunk. Higiéniai üzenet. Man, people don't even read the signs. Azt mondja, hogy nem szabad beledobni szemetet, üvegeket, cigit vagy pelenkát. Okay, dude. You have to use the bathroom? No. Nem kell mostoba menni, azt mondja. De csak azért, mert büdös. Seriously? You better go now. I don't have to go. Jeez. Can I just pee on a tree? Biztonságosabb itt, vagy hagyjuk neki, hogy a fára pisiljon? Hát szerintem biztonságosabb itt, nem? Mondjuk igaz. Maybe I'll go. Bármilyen növény megcsípheti odalent. Az viszont annyira nem lesz kellemes. És hogyha beleesik a WC-be, akkor meg majd hívunk takarítókat. Aranyos amúgy nagyon ez a kisgyerek, nekem nagyon tetszik. Szóval ez rosszabb, mint ami a suliba van. Főleg miután te használtad. Jó. Nagyon jók amúgy a párbeszédek. Sean? Igen? Look how big these trees are. That's only because they need the sun. Besides, they'll protect us from the rain. What if they don't? What if they... Igen? Attack us. Nem fognak minket megtámadni. Arin, te vagy Mr. Minecraft, nem? Aren't you Mr. Minecraft? I thought you loved the forest. I watched you build giant cities out of logs. I did. I built the biggest cities ever. Azt gondoltam, hogy megépítettél a legnagyobb városokat. I can use my axe to chop up some wood. Na, hajrá! Then we can build a secret base. Hajrá, vágd ki a fát. Meg találd meg Herobrine-t is. Sounds like you're ready for the woods. Lead the way. Ez milyen? I always knew exactly where to go. He was a living compass. Mm-hmm. Itt a piknikező hely. That place is huge. Itt pedig it's kinda cool. Valami horgászhely lesz szerintem. Where are we going? Hova menjünk? The river must be a bit further. Let's take a look around. De melyik irányba kellene, menni a piknikező hely felé, vagy... I don't think Daniel understands what's going on. Vagy a Trout, szerintem a Trout Spring Trail felé. I can't tell him the truth now. Nem mondhatom el neki, hogy meghalt, ugye az apuka. I don't know how I still remember these. Hát azért annyira szerintem nem nehéz ezeket a turista jelzéseket megjegyezni. Úgy néz ki, mint a Tetris. Gyere inkább, te! Menjünk ahhoz a vízhez. Igen? Nem jó ötlet szerintem, hogy most itt bujócskázzunk, not right now. No, not right now. We stick together. You're no fun. Annyira nem ismerjük ezt a környéket szerintem, hogy bujócskázzunk. Kicsit megsértődött a kisrác, de hát ez van. Oh, ott egy rakón. Elijesztettük, pedig hogyha megálltam volna időben, akkor valószínűleg meg tudtuk volna nézni. Meg ne támadjon minket. That raccoon must be starving. Raccoons are way smarter than us. He'll find more food. Na merre van a kaja, mutasd meg! What if this raccoon is related to the... the one on the road. Hey, don't think about stuff like that. Maybe they were brothers. Oh. Like us. Makes me sad. Stop. Szegény kisrác. Just raccoons. Azt mondja, mi van, hogyha testvérek voltak azzal a másik
mosómedvével, amit ott láttak az úton elütve. Ez amúgy még mindig az az ösvény, amin jöttünk? Most nem látok jelzést. Fú, el fogunk tévedni. Aha, ez még mindig az. Dad showed me how to read these when I was 8. Hát ha már 8 évesen megtanított minket erre, akkor 9 éves miért nem tudja? Charged creeper was here. Kis 9. Azt mondja, egy charged creeper volt itt. How could have... I don't want to get stuck out here. We gotta find a campsite. Na. Kisrác vissza is fordult. Még a végén a Minecraft tudása fog minket itt megmenteni. Na. Jó, itt már nem nagyon látok semmit, amit meg lehetne nézni, úgyhogy akkor menjünk vissza. Ooh, Sean! Mit? Look, I discovered a secret path! Ajaj! Coming! El ne szaladj! Szóval talált egy titkos utat. Remélem ez amúgy a folyóhoz visz, de itt is van egy kidőlt fa. That's one big tree! Az biztos, segítsünk neki. Come on, I'll help you climb up. You better not let me go. But I'd do that to my little brother. Let's go. Mondjuk azért szerintem ezt egyedül is meg tudta volna mászni, de azért kedvesek voltunk vele. Ha már nem fogócskáztunk, nem bujócskáztunk, akkor... legalább segítsünk neki ennyibe. Október van. So why are we? Because we can. We're badass warriors, dude. Nézd. Modern tojás. Hey, Sean, I found berries. Nem. Tojás, azt szerintem jobb. Hold on. Hold on. I'm coming. Nézzük meg, hogy ez milyen beri. Még mielőtt megenné. Most komolyan mi megesszük? They're okay. Okay. Go ahead. Pretty healthy food. That's cool. Együnk mi is még belőle? Ja, együnk még mi is belőle. Az mondjuk piros volt, az nem hiszem, hogy jó. Jó, ezt már csak nézni tudjuk. A másikból nehogy egy ilyen. No, no. Man, if I had a woody gnat, we could build a city out of this forest. Szóval lenne egy fabartám, akkor egy egész város tudnánk építeni ebből az erdőből. Azt gondolom. Jó, hát akkor madártojás úgy látszik nem lesz. Pedig az valószínűleg táplálóbb lett volna, mint ez a néhány bogyó. Ugorjunk itt le. Na gyere! Nem jössz? This is pretty high up. Szóval nagyon magas itt. Come on. Gyere! I got you. Le ne guruljunk. Phew, thanks. Jó. És akkor most itt menjünk tovább. Ott van lent viszont már a folyó. You see that? Looks like a clicker. Creepy. Stop it. What the hell is that? Ez milyen gomba? I should have listened in biology class. Figyelj, kellett volna a biológia órán. Menjünk akkor itt lesz szerintem. Ez biztonságosabb útnak tűnik, nem annyira meredek, mint a másik. Aha, kúval körbe tudunk nézni. Daniel! Na most nem látjuk a kis tesónkat. Lemaradt? Ugye nem gombázott be? Nagyon remélem, hogy nem gombázott be. Hova lett? Daniel! Daniel! Hú, ez kezd átmenni heavy rainbe. És akkor Jason-t kellett kiabálni. Daniel! Eltűnt a kisrác. Na ne. Lehet, hogy csak ránk akar ijeszteni valahonnan, nem? Simán el tudom képzelni, mert kisgyerek nyilván, tehát hogy ő nem tudja, hogy ezek veszélyes dolgok, amiket most éppen csinál, hogy így eltűnik az erdőbe. Legalábbis remélem, hogy csak ennyi áll a dolgok mögött, és mondjuk nem valami baja esett. Daniel? Hol vagy, Daniel? Gyere már! Nem hiszem el? Azt se értem, hogy minek készített fel minket a játék egy ilyen romantikus sztorira. Aztán meg most itt póklászunk az erdőbe egy 9 évessel. Jó, lemegyek hát, ha a partig lefutott, mert annyira izgatott lett, vagy valami ilyesmi. Gondoltam, hogy ránk fog ijeszteni. Dude, you struck out. That did not scare me. Liar, liar! I saw your face. That was, surprise. Igen. Csak meglepődtem.
De nem ijedtem meg. I got you. I eat you. Don't mess with the zombie. Az előbb farkas akartál lenni, nem zombi, most akkor dönts el, mi zombi vagy, vagy farkas, vagy zombi farkas vagy. Nem értem. We have to watch out for skeletons and zombies. Persze, jönnek majd a csontvázak meg a zombik is. Nagyon ilyen izé Minecraft kidó, gyerek. Looks like a cave. Kind of spooky. No. No, itt tudunk majd aludni. It's kind of perfect. Már ha nem dől ránk. For what? For us, man. Ja, itt lehet tüzet rakni. We're gonna stay in there. I don't know. Nem szeretne itt maradni. Look, this could be our secret base. Ez lehet a titkos bázisunk. We could fight off any skeletons or creepers with some good traps. Cool. In that case, we definitely need to get a fire going first, right? Right. Igen, szükségünk van egy kis tűzre, ahhoz, hogy csapdába csaljuk a creepereket meg a skeletonokon. Shit to make a fire. You protect the base. Te vigyázz a bázisra. I needed to build a camp to keep out all those creepers and whatever. And I'll take care of finding the wood. Ja, elmegyünk mi fire-t. I can build traps too. Nothing will get to us. Awesome, dude. I know. Jó. Kisrác, akkor emeltleg itt marad és nem fog elbóklászni, és akkor mi addig keresünk fát. Tudjunk tüzet rakni. Okay. Let's unpack. Finally. Ó, milyen jó, hogy elhoztuk magunkkal tényleg azt a takarót. Ez most nagyon jól fog jönni, de még nem is használtuk. Itt bóklászunk kettő nap, és nem aludtunk semmit? Vagy, tehát, hogy nagyon tiszta, és nagyon szépen össze van csomagolva. Nagyon nem tiszta. Aha, jó, akkor aludtunk már ezen a takaron. Hát a többi az nem hiszem, hogy jól fog jönni itt a kempingezéshez. A víz az még talán, de a többi... Aha, valahonnan szereztünk egy újságcikket. Gondolom azért, hogy majd megmutassuk a kis tesónknak, akkor el akarjuk magyarázni. Nem, ezzel fog begyújtani. Viszont kellene még szerintem fát gyűjtenünk. Hova ment a kisrác? Let's see. Here's a good spot. Mit fog itt csinálni? Most csinálja a csapdát? Ja, ez csapdának tűnik. Nem hiszem, hogy ez bármitől is megvédene minket, de jó, elhiszem. One step here and wham. Jó, menjünk szerintem fát keresni. Hol fogok vajon találni olyat, amit föl is tudok venni? De erre fele nem nagyon. I could make way better traps. Szia, redstone-nal sokkal jobb csapdákat tudna építeni. Ha ide már nem tudok jönni. We can't fortify without weapons. Na, csinálj akkor fegyvereket is. Itt van bármi, amit fel tudok venni? What do we have? Szerintem annyi fa nem lesz elég, ami ott van. És azt mondta, hogy fáért akar elmenni, szóval... Gondolom akkor... Ha itt egy log... Now this is perfect. Egy darabra van vajon szükségünk, vagy többre? Van itt még. Nice and dry. Jó. Szerencsére eléggé száraz. Úgyhogy be is fog majd gyulladni. Itt is van, meg ott is volt. That's enough for a toasty fire. Viszont ez elég is lesz a tűzhöz. Jó. Amúgy itt még halat is tudunk fogni, itt egész jól el lehet éldegélni. Építünk ide egy kis házat, fából. Kistesó még élvezni is fogja. Csináltál magadnak kardot? Remélem. Na nézzük. Hey, this isn't too bad. I guess Daniel can chill a little.
Can you give me a hand? Azt szeretné, hogy segítsünk neki. Na, mit szeretné? Jaj, ezt arrébb akarod lökni? This is the best way to protect the base. Yo, what are you doing? Trying to move this branch to protect the base. Good call. Here, let me take this light. You got it? We'll see. Na, toljuk akkor. Go ahead and push. Ezzel amúgy hogy védjük meg a bázisunkat? Meg 5 méterrel közelebb toltunk egy farönköt. Damn right. Nice work, Daniel. Jó, oké, én elhiszem. Kisgyereknek jobb, akkor jobb. Csak óvatosan, bele ne essen a vízbe. Úgy kéne begyújtanunk ezt a tüzet, hogy közben látjuk a kisrácot, de természetesen megfordítja a kamerát is mégse. Check this out, Sean. Wow. Nice view. Te vagy az oroszlán király. You can see so far. Milyen az a kő? Menjünk vagy együnk? Nézzünk körbe. Wait, I'm coming. Azt nem tudtunk enni. Lehetséges, hogy valami jó helyet látunk onnan. Tényleg, ami esetleg még segíthet is. Föl tudok ide jönni valahogy, ha innen. Ez a kő annyira nem tűnik biztonságosnak. Mi van, hogyha most ide följövök, és akkor leomlik? Na, üljünk le. Mert lehet, hogy most fogja elmondani a apukájukat történt dolgokat. Ez ugye pont egy alkalmas spot lenne rá. Az a baj, nagyon hideg lesz. Főleg, hogyha már ősz van. November ugye, mindjárt Halloween. Look at those clouds. What do they look like? I don't know. Cotton candy? That's it? Cotton candy? Azt a cukor kinézetűek azok a felhők. I don't know. What do you see? Mit látunk benne? Egy sárkányt, vagy a babysitterünket? Sárkány? A dragon. What? Az királyabb. Where? Okay. There's the tail. Horns and the fangs. És a babysitterre mit mondott volna, ugyanezt? Oh, I see it. It's awesome. Kisrácot amúgy is ilyen király dolgokkal kell erősíteni most, mert... It would be cool if we had a pet dragon. Ilyen király lenne, ha lenne egy saját házi sárkányunk. Ha érzelgős dolgokra emlékeztetjük, akkor az sok baj lesz. Ooh, I see something else. There's a giant... douchebag. Oh yeah. Where? Right here. Right here, huh? Saját tesóját beoltotta. Na jó. Kajáljunk valamit. Come on. Let's go eat something. Ez most biztos segített amúgy a kisrácnak lelkileg. De szét szakadt már amúgy a pólód. Jó szaguk is lehet amúgy. Csak hogy fognak így fürdeni? Scratches. Ajjaj. Shit, those are bear claws. Ezek medve karomnyomok. De nem mondom el Danielnek. Szerintem az autó kelleni fog még nekünk. Aha, és... halat kellene fognunk. Van még itt valami fegyver? Vagy bármilyenvel mi is tudnánk halat fogni? Vagy gyújtsuk be a tüzet? Gyújtsuk be a tüzet, ja. Hátra fogott valamit. Végre ős emberek vagyunk. Szeretnél segíteni? Ja, fújjad csak. Azt mondja, ugyanolyan nagy szád van, mint nekem, úgyhogy nyugodtan. Dude, don't blow it out. Sorry. Meg kell amúgy tanítani nyilván mindenre. Oh, nice. It's warming up.
Mert ha véletlen elveszik, akkor se legyen semmi baj. Úgyhogy szerintem ezek fontos dolgok, hogy elmagyarázzuk neki a turista jelzéseket, meg hogy hogyan kell tüzet gyújtani, meg ilyesmi. Viszont most nem ettünk semmit. Nem is fogunk? Vagy majd kiderül? Nem nagyon láttam, hogy semmi eszközt, amivel tudtunk volna halat fogni, de aztán lehet, hogy csak elsétáltam mellette. Kibontottuk a sört. Megesszük a chipset. Ahelyett, hogy halat fognánk. Csak ne jöjjön a medve. Wish we had more. Szóval bárcsak több lenne belőle. Me too. I wish we had a cheeseburger and a milkshake like yesterday. Szóval bárcsak sajtburgert ennénk és milkshake-et. Tegnap volt, vagy a shake egész finom volt. Oh, dude. That shake was so good. Can't believe we found a diner on the way out here. I want another one. I know. We'll get you one. Majd szerzünk még egyet. Megígéri. Mit tudunk a kisráccal? Funny how a little food chills Daniel out. Nézzük meg, hogy mi van vele. Az előbb még jó kedve volt. Sean? Are you mad at me for what happened with Brett? I don't remember everything. Ajaj, azt kérdezi, hogy mérgesek vagyunk-e rá amiatt, mert hogy összeveszett azzal a sráccal. Nem a te hibád. Ugye utána elkezdtünk verekedni, vagy nem történt semmi. Nem a te hibád volt. It's not your fault. Shit happens. Brett deserved it. Why can't I remember? Ugh, that's weird. Egyáltalán nem emlékszik rá, hogy mi történt, arra, hogy összeverekedtünk. Don't worry, dude. You were running around all day. You tired out. It happens. Azt mondja, nagyon kifáradtál, valószínűleg azért felejtetted el. Igen, mert ugye szokott olyan lenni, hogyha valami nagy sokat elséri az embert, akkor teljesen kitörli a emlékezetéből. Ilyen védelmi dolog. Teli hold van. It's not quite full yet, wolf boy. Do you think there are werewolves for real? Mi vagyunk a farkasok, vagy vannak igazi vérfarkasok? Mi vagyunk a farkasok? Dude, we are the wolves. See? Au, au! Au, au, au! Mindjárt én is elkezdek onnyitani. Csak ide ne hívjuk a medvét. Ide ne hívjuk ezzel a medvét. Vagy a többi farkas. Gondolom itt akkor amúgy a farkas lesz az ilyen totem állat, mint a Life is Strange-ben volt ugye a őzike, mert a srácnak is a pólóján egy farkas van. Still no reception. Of course. Nincsen térerő? Beszéltünk bárkivel is? Aha, azt mondja, hogy nagyon sajnálja a főnökünk azt, hogy ugye elveszítettük az apukánkat. Hogyha bármire szükségünk van, akkor hívjuk föl. Többiekkel beszéltünk azóta? Erik úgy látszik részeg volt. Csajnak olyan elmagyaráztuk, hogy... Miért nem mentünk a buliba? Hello Sean, itt vagyok Jen, és nagyon remélem, hogy jössz a mai nap. Nem vagyok még nagyon részeg, úgyhogy gyere, kérlek. Hallottam, hogy mi történt a házatokkal, kérlek hívd fel Lailát, érted vagyunk. Bárcsak beszélhetnék veled, de a szüleim azt mondják, hogy jogi okokból adódóan nem beszéltek veled. Anyukám ügyvéd, és azt mondja, hogy én ebben nem vehetek részt, és nem is léphetünk már kapcsolatba. Azt sem szerették volna, hogy egy üzenetet küldjek neked, de nincs semmi más módja annak, hogy elmondjam neked, hogy nagyon-nagyon sajnálom azt, ami az apukáddal történt, bárcsak tudnék neked segíteni, barátod Jen. És Laila mit mondott? Hello, itt vagy. Hallottad ezt a hatalmas nagy robbanást? Halloween van, nem július 4-e. Nagyon nem szeretem, amikor nem válaszolsz. Itt vannak a rendőrautók az utcán. Kérlek, hívjál. Valami történt az utcátokban, mert le van zárva. Hallom, ahogy jönnek a rendőrautók és a mentők.
Kérlek, csak válaszolj, hogy jól vagy, nagyon-nagyon aggódom. És úristen, a házatok a hírekben van. Kérlek, hívd fel. Azt mondják, hogy az apukádat lelőtték. Vagy valakit, nem is igazából tudom. Ugye, ez csak hülyeség. Bármi is történt, kérlek, beszélj velem, hívd fel. Csak tudni akarom, hogy jól vagy. Son, nem tudok aludni. Nem tudok csak már rád gondolni. Csak azt szeretném tudni, hogy jól vagy-e. Igen, Daniellel vagyok, kint a városból. Elmenekültünk és az apukámat lőtték le. Úristen, micsoda, micsoda? Sean, jól érzed magad? Nem mondhatom el. Annak legalább örülök, hogy jól vagy. Nem, nem vagyok jól, az apukám meghalt. Úristen, is kilőtte le? Kilőtt le kit? Nem beszélhetek, futnunk kell. Nem, kérlek, gyere át. Tudok segíteni, biztonságban leszel. Majd amikor tudlak, felhívlak. Csak hallani szerettem volna a hangodat, tudom, hogy nem te tetted. Majd elmondjuk nekik, Sean, itt vagy, nem tudok aludni. Nagyon szeretlek. Jól érzitek magatokat? Igen, néhány órája álltunk meg, Daniel éppen alszik. És éppen bujkálunk. Oké, hát nagyjából ennyi. Nem árultunk el semmit a Chelsea-nek. Hát a többiek nem hiszem, hogy... csináltak volna bármit is. Illetve... ugye, maga a rendőrtiszt is küldött nekünk egy üzenetet, hogy hívjuk fel azonnal. I'm bored. Sean, can I play Mustard Party on your phone? Please. Játszott a telefonomon, vagy nem? Az a baj, le fog merülni, de... játszol rajta. So go for it. Yeah, thanks. Remélhetőleg nem fog kelleni a telefon. Oh. I'm so gonna beat your score. Almost. Na, sikerült több pontot elérned? What? No! I was so gonna beat your score. You wish. Stupid phone. Most merült le teljesen a telefonom? Shit. The battery's totally dead. Aha, igen. Jó, hát, hogyha ennyit bírt volna, akkor... we're almost broke. Egyébként se tudtuk volna sokáig használni. Hogy fogunk holnap enni, ha már nincsen pénzünk? 30 dollárunk van még, hát miről beszél? 10 dollárt költöttünk eddig, azért az nem annyira kevés. Aludni kellene, mit lehet még itt csinálni? Sör? Nice, Sean. Beers are exactly what we needed. Igen. Pontosan erre volt szükségünk. I could really use a smoke. Komolyan dohányozni szeretne? Man, I made a fire tonight. That would be proud. Jó, szerintem küldjük el a kisrácot aludni. You look tired. Ready to crash? I've been ready all day. My feet hurt. Hát akkor aludjunk. Remélhetőleg nem fog semmi baj történni az éjszaka. We some serious rest. Az biztos, hogy ez egy megérdemelt alvás lesz. Better than freezing out there, right? Way better. Ja, abban az autóban aludhattunk volna szerintem. And a secure base. Ez egy csak kényelmesebb lett volna. Bárki tudja. Really? Hell yeah. You're like a real wilderness expert. That's true. Szóval nagyon értesz ahhoz, hogy megvéd magad a vadonba. Sleep tight, bro. Hát kíváncsi leszek, mi fog velük történni. Egyelőre úgy néz ki, hogy semmi baj. Egyelőre, de még éjszaka van. Még bőven éjszaka van. Mi az? Sír a kisrác? Miért sír? Rosszat álmodik, vagy csak nem tud elaludni? Az apukájáról álmodik. Dad, where are we? Daniel? Hey bro, wake up! Sean? What happened? Where's Dad? Kérdez, hogy hol van az apukája. You just had a bad dream. That's all. Sean? Akkor se válaszoltunk a kérdésére. Where are we? Right here. In the park.
Remember our amazing fire? Csodálatos tűzünk. Yeah. Are we okay? You fortified our base, so we're perfect. I did. You're right. Minden rendben van, mert építettél körénk egy ilyen hatalmas nagy falat. But I might have another scary dream. Nem fogsz rosszat álmodni. Ne aggódjál. Aludjál. Amúgy azt a felírást is láttuk. Az is érdekel, hogy oda mi van fölfirkálva. Mert hogy úgy van valami. Na és most vajon még éjszaka lesz, vagy nappal, amikor felkelünk? Remélem, hogy most már nappal lesz, mert nem szeretnék itt az éjszaka közepén medvék elől futkosni.